Két gáz előállítását és kimutatását fogom bemutatni. Az egyik kémcsőben mészkő, a másikban cinkdarab található, mind a kettőre sósavat öntök, majd égőgyújtópálcával kimutatom a gázok jelenlétét. Nézzük először a mészkőre sósavat. Öntök, mi történik? Látjuk, hogy pezseg. Tudjuk, hogy a mészkő kálciumkarbonát, és karbonátokból széndioxid gáz fejlődik. A széndioxid a levegőnél nehezebb gáz, alulról tölti ki a teret. Az égő gyújtópálcát ide közelítem a kémcső szájához, az égő gyújtópálca elaludt. A széndioxid használható tűzoltásra is. Nézzük a másik kísérletet. Cink darab van a kémcsőben. A cink egy negatív standard potenciálú fém. Erre egy nem oxidáló savat, sósavat öntök. Itt is gázfejlődésre számítok, nem is kicsire. Igen, heves a reakció, és bizony-bizony azt tudjuk, hogy nagyon jó, és meg is gyulladt, ami nagyon ritka, hogy sikerül, és ég a gáz. Ezt úgy tudnám szemléltetni, hogy valóban ég, ugye, hiszen halványkék színe van, hogy a papír meggyulladt. Az első esetben egy szimpla gázfejlődéses reakció típusát tekintve, a második esetben redoxireakció játszódott le, ahol a cink volt a redukáló szer, mert ő maga a folyamatban oxidálódott. Nagyon heves reakció játszódott le, nagyon szépen sikerült. Láttuk a szintelen szagtalan gázok megjelenését, és kimutattuk egyértelműen jelenlétét.